Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Olyan szörnyű dolog az, hogy a társadalmi memória milyen gyorsan töröl. Nemrég Oroszországban is, nem egy Isten háta mögötti faluban, hanem Moszkvában, mégpedig Moszkva belvárosában utcai kérdezőbiztosok, és ez egy modern francia módszer, 20. század végi módszer, hogy a legjobb a pályaudvarok vagy a buszpályaudvarok mellett kérdezni, mert ott mindenki előfordul. És tényleg fölálltak ilyen standok, és néhány gyors kérdés volt, többek között Lavrentyi Bériával, Sztálin fő hóhérával, a szovjet főrendőrrel kapcsolatban, aki egy grúz, nem egészen grúz, a grúz nációnak egy ilyen mellékága, Mengrél családban született, és akit 1953. decemberében kivégzik, és róla hát zengett a dal mindig szó szerint, tehát dalok készültek róla, filmek készültek róla, marsal volt, hohér volt, mindenki rettegett tőle, ő volt sokáig a gulág rettegett ura, és megkérdezték a lakosságot, és nem olyan fiatal emberek, mint a közszolgálati egyetem diákjai voltak, diákjaiket itt látom, nem fiatal emberek, 40-es, 50-es generáció már semmit nem tudott Bériáról, és azt se tudták, hogy ki ő. Hát ez szinte lehetetlen. Ez szinte lehetetlen, de így van, nagyon gyorsan töröl. Néha azt mondom, hogy nagyon helyesen, mert mit kell a sok hülyeségről és aljasságról és vérfürdőkről tudni, néha meg azt mondom, hogy szörnyű dolog, hogy töröl a társadalmi memória, mert a hibák megismétlésének a kikerülése hát összefügg azzal, hogy mit tudunk a múltról. Direkt nem Bériával kapcsolatban, nem Sztálinnal, nem Rákosival kapcsolatban mondok egy példát. Ha a francia gyerekek, vagy ha a francia egyetemisták, vagy a francia felnőtt lakosság tudott volna arról, amikor az arabok, a mórok elfoglalják Spanyolország nagy részét, és betörnek Franciaországban, és Poitiersnél Martel Károly csapatai épp hogy megállítják őket. Ez nem egy mohácsi vésztípusú csata volt, ez egy olyan csata volt, hogy majdnem semleges csata volt. Arabok viszont megrettentek és nem jöttek még egyszer, de hogyha akkor győznek az arabok és tovább mennek, nem szeretem azt, hogy mi lett volna ha, akkor lehet, hogy Franciaország sokkal korábban megismeri az iszlám vallás szépségeit, katolikus már akkor, vagyis keresztény, bocsánat, Franciaország, és hát a migráns kérdéssel nem most ismerkedik meg, és nem most rettegünk, elnézést, hogy ezt mondom, vannak komoly futurológiai felmérések, hogy 2060-ban, 2070-ben Marseille, Lyon, az egész fél-francia Riviera, Dél-Franciaország, ez egy nagy arab, vagy enklávé, vagy egy független állam lesz. El lehet képzelni, hogy így lesz, ha így megy a népszaporulat, ha a migráció kérdés hát így fejlődik tovább, és ha Franciaország úgy viselkedik. Egy Jascsenyica nevű, ne rögtön Bériával kezdjük, jó? És nem a magyar vonatkozásokkal, Jascsenyica nevű lengyel híres történész és író, előbb történész lett, mint író, nagyon jól ismerte Lengyelország történetét, a világtörténetet, írt egy regény sorozatot valamikor a 70-es években, 80-as években, mi lett volna, ha. És akkor a spanyolok partra szállnak, és Cortés nem győzi le Montezumát, a mexikói, akkor nem mexikói császárt, hanem fordítva. És akkor Mohácsi csatánál Lajos király nem a Cselepatakba pusztul el, hanem esetleg legyőzi Szolimán alakulatait, és megindul egy nagy keresztes hadjárat délfelé, és még ősi Bizánc falai mögül is kiverik a törököket. És Napóleon Waterloo-nál nem érzi rosszul magát, és a gárdát esetleg beveti időben, és esetleg Wellington és Blücher nem olyan ügyesen manővereznek a csatatéren, és akkor Napóleon csapatai elindulnak tovább, ha nem is Borodinóig, de mit tudom én, Berlinig és Bécsig. Ezek nagyon érdekes dolgok, és nagyon érdekes és fontos dolog, mi lett volna, ha ezen elmélkedni, de nem ez lett. És így történt az, hogy Szovjetunióban két alkalommal is
A véres nagy terror után volt egy olvadás, 1939-1940, nehogy azt gondolják, hogy ez olyan olvadás volt, hogy kinyitották a börtönöket, csak nagyban csökkentették a bírósági ügyeket, csak egy csomó ember azért tényleg kiment a börtönből. Például ott voltak a papok. A papokat körülbelül 60 ezer pap és világi hívő, de nagyon ortodox várt kivégzésre. Amikor elrendelik azt, Béria és Sztálin megbeszélik ezt ketten, utána az egész politikai vezetés, hogy lesz egy nagy olvadás, és egy kicsit nem szabad már olyan nyomást gyakorolni, mert kiirtották a katonasságot, a tisztikart, teljesen szinte. Szinte teljesen. Az öt marsalból hármat, de viszont a 18 katonai vezetőből pedig 16-ot írtottak ki, plusz még. Tehát a magasrangú tisztekből. A kormány nagy részét kiírtják, a hivatalnokok nagy részét kiírtják, az értelmiség jelentős részét kiírtják, és a dolgos parasztokat, akiket már korábban kuláknak nyilvánítják, szintén fizikailag kiírtják, és kiderült, hogy ez az ország nem működőképes. És akkor Béria, a véres kezű hóhér, Béria jelképezi a gulág lakók, a gulág rabok, és a Béria jelképezi a olvadást, hogy azt mondják, hát az előző két véreskező népbiztoshoz, miniszterhez, Jezsovhoz, és még korábban Jagodához, hát az a Béria egy humánus ember. Ugyanez történik Sztálin halálát követően. Tessék elképzelni, Sztálin halálát követően lényegében Béria kezében, nem teljesen, de az ő kezébe kerül a hatalom. Ő beszél grúz létére, akcentussal, ő beszél a tribünről, amikor temetik Sztálint. Rákosi, egy oltári gazember, de rendkívül ravasz ember, megérzi, amit Moszkvában jár, részben a Sztálin temetése, részben pedig májusban kirendelik Rákosit, hogy mondjon le önként vagy a miniszterelnöki tisztségről, ez még nem azok a híres, mindjárt szó lesz arról magyar-szovjet magas szintű tárgyalások, mondjon le Rákosi vagy a miniszterelnöki, vagy a központi bizottsági hát első titkári tisztségéről, két ilyen fontos hatalom ne legyen egy szemében. És akkor Rákosi észreveszi, hogy Béria az igazi úr. Malenkov Sztálin utódja a kormány élén. Malenkov orsiási befolyással rendelkezik, de ő ennyire a Béria kezébe van, és Béria szövetséges. Molotov a párt legrégebbi vezetője. Ő nem csak látta Lenint, hanem Lenin regnálása idején Molotov, aki értelmiségi családból született, és aki gyűlölte egyébként az értelmiséget és a kiirtásában részt vett, Sztálin után talán ő a legvéresebb ember a szovjet vezetésben, de mindegy, Molotov a harmadik ember ebben a triumvirátusban. 53 nyaráig Hruscsov, érdekes Béria megbuktatásáig, Hruscsov még csak negyedik, ötödik helyen van a szovjet vezetésben. Akkor Rákos észreveszi, hogy Béria kézben tartja a dolgot. Amikor meghalt Sztálin, Malenkov és Béria leültek először ketten, és utána leültek a szovjet párt vezetéssel. Tévedtem most, nem amikor meghalt Sztálin, hanem amikor Sztálin haldokolt. És összehívják később, egymás között 9-10 ember elosztja a hatalmat. Sztálin ezektől az emberektől nagyrészt meg akart szabadulni. Sztálin tervezett egy hatalmas pert, amelynek fő vádlottja esetleg Molotov volt, lett volna, és a kivégzendő emberek között ott lett volna Béria a főhóhér. Sztálin arra készült, hogy lecseréli a vezetést, és egy hatalmas monstre 25 fős vezetést csinált 1952-ben a Sztálin élete alatt először összeülő pártkongresszuson. Sztálin fel akarta vizezni a régi vezetést, könnyebb legyen kiemelni onnan embereket, sorra leszalámizni őket, vagy perek során, vagy elmozdítás révén ezeket, hogy úgy mondjam, elnézést a csúnya szóért kinyírni. Na most Béria és Molotov, Malenkov leülnek, aztán bevonják Molotovot, Hruscsovot, később Mikoyánt is, és Kaganovicsot is, és néhányan egymás között elosztják a hatalmat. Béria olyan erővel rendelkezik akkor, én nem mondom azt, hogy ő egy mágus volt, én nem mondom azt, hogy ő egy hanuszen volt, vagy mit tudom én, egy orosz ilyen
országban, vagy Szovjetunióban szintén működött egy olyan ember, hogy Wolf Messing, aki a világtán legnagyobb politikai hipnotizőre, pártvezetésre, perekre is kihatott. Egyébként Béria, amikor ő Lengyelországból átment a Szovjetunióba 39-ben, Sztálin utasítására ezt a Wolf Messinget, ez nem misztikum is, ez nem ezotéria. Én még valahonnan még egyszer találkoztam is, de mindegy, de velem semmit nem csinált. De ő egy érdekes ember volt, Béria nem hitt le először, gyanakvó volt, és behívta Béria ezt a Wolf Messinget a saját irodájába. És azt mondja, nézze, választhat. Vagy kap a szovjet cirkusztól egy licencet, és járhatja az országot, és genyesre keresheti magát. Vagy meg kivégezzük, mint szélhámost. Azt mondja, Messing állok elében, népbiztos elvtárs. Tört orossággal beszélt mind a kettő, az egyik grúz volt, a másik, ahogy ő azt mondta magáról, német származású lengyel zsidó vagyok. Na most Wolf Messing azt mondta, itt van nálam egy metrójegy. Metróval jöttem ide, kocsim nincs. Értem, mondja Béria, lesz kocsia. Bizonyítsa be. Itt a metrójegy. Szóljon titkára le telefonon az összes emeletre és a kijáratra, hogy én kimegyek, és valami megy ki, kérjék el az igazolványát, azért nézzék meg jól. Hát persze, hogyha Béria titkárságáról, a népbiztos, a miniszter titkárságáról leszólnak, hát persze, hogy kiskatonáktól kezdve az őrökön át, a tiszteken át mindenki, ez ment végig, mutatta, és így nézett a szemükbe, és mutatta a metróját, és mindenki szalutált is kiengedte. Akkor mondta az Béria, ez még nálam is hatalmasabb ember, Sztálin elvtárs, ne érintkezzünk vele, ez még minket is meghűít, éljen, vonjuk be a politikai rendőrség a hírszerzés munkájába, de ne érintkezzük velük, ezt még nálunk is nagyobb ember, Sztálin elvtárs. Csak Béria mert ilyet mondani Sztálinnak, még Molotov sem. Na most röviden kezdjük azzal, én azt mondom, Béria és Magyarország. Én felolvasnék egy-két, hát részint általam kikutatott dokumentumot, magyar vonatkozásokat, és utána megyünk egy kicsit kronológiai sorrendbe. Mire szeretném kihegyezni ezt a mai beszélgetésünket, találkozásunkat? Egy, ki volt Béria? Kettő. Mi volt a, de ezt a végén bocsánat a magyarok, ki volt Béria? Kettő, volt-e Béria összeesküvés 53-ban Sztálin halála után? Hogy tartóztatják le? Három, milyen tervei voltak Rákosival és Magyarországnak Bériával, aki soha nem járt Magyarországon, és őszintén szólva Magyarország őt nem érdekelte. Én megkérdeztem egyszer egy szovjet pártvezetőt, Kaganovistól, magukat miért nem érdekelte Magyarország? Én megnéztem, egyetlen egy szovjet vezető, Vorosilov volt, aki itt helytartó volt 45-től, 46-ig, és háromszor járt Magyarországon, senki nem járt Magyarországon, sem Molotov, hát Sztálin pláne, sem Béria, sem Kaganovics, sem Malenkov, sem Molotov, senki nem járt. Azt mondja, hogy ne haragudjon Miklós, maga magyar, én ugye nem sértem meg, mondta a 92 éves Kaganovics nekem, ne haragudjon, már vak volt, már érdekesen közlekedett a lakáson, ki volt nála, mivel a lányával nem hajlandó volt együtt élni, vagy unokáival, de naponta látogatták, vittek ennivalót, ki voltak feszítve a konyhába, meg a lapátásba mindenhol, ilyen, olyan, mint az asszonyok teregetik a fehér neműt, amire akasztják, egy ilyen zsinegek, zsinorok, de nagyon erősek, és úgy közlekedett, volt vagy 20 zsinor a lakásába, öt szobájában, öt a másik szobájában és a konyhájában. Ő még a gáz, fél vakon, vagy teljesen vakon a gázt is meg tudta gyújtani, eloltani. És ülök ebbe a szörnyen szegény lakásba, nem is gondolom, hogy egy ilyen emberrel szemben ülök, aki annak idején többek között a vasút közlekedésén felel, és vagy 500 vasutas mérnököt áldásos tevékenysége nyomán csak egy év alatt írtott ki. Ha egy késett a vonat, akkor nagyon sokszor kivégezték azonnal a mozdonyvezetőt az ő utasítására, de még mindig a nagyon öreg orosz emberek, főleg a szülőktől azt hallották, vagy most is tudják, hát Kaganovics alatt nem késtek a vonatok. Hát nálam se késtek volna, ha nekem lett volna ilyen hatalma. Ez olyan, mint egyszer megkérdeztem Szemicsásznit, a KGB volt főnöki, aki potom 200 dollárért nyilatkozott a magyar televíziónak. Nagyon közhelyeket mondott, én sajnáltam a magyar államtól elvett 200 dollárt, de out of record, amikor véget ér a forgatás, olyan dolgokat kezdett nekem mesélni, hát mondom, drága Szemicsász nyertes, hát itt volt az alkalom, aztán bolond lennék azért a 200 dollárért ezt elmondani. Na mindegy.
Azt mondja nekem Szemi Császné, Béria megcsináltatta a tudósokkal az atombombát. Mindenki azt mondja, hogy ez egy rendkívüli teljesítmény. Én meg azt mondom, én is megcsináltattam. Én akkor KGB főnök voltam, nekem azért volt bizonyos nagyon sok korlát. Béria behívta az akadémikusokat, a nagy fizikusokat is azt mondta, drága uram, nem elvtársadnod, tessék választani. Az ön testvére a gulágon van, az ön fia fecseg az iskolába, szidja Sztálin elvtársat engem. Az ön felesége pedig, hát dőzsöl, vagy az ön felesége tele a vásárolta magát, hol a pénz, választhat. Vagy megy a gulágra, vagy megcsinálja az atombombát, akkor kap egy hektárnyi nyaralót, egy hektár földdel, az elég sok, Moszkva mellett, és három nemzedék felvétel nélkül mehet az egyetemre, plusz annyi pénzt kivehet a bankba, amennyit csak akar. De ha nem csinálja meg, és mi kiengedjük a testvérét is a gulágról, és ön is részeket belúghat, és mehet a szeretőihez, mi követjük, de nem lesz ebből otthonban. Így beszélt velük. A legcinikusabban. Ezek az emberek mind a nyárfa levél, a leghíresebb világhírű atomfizikusok, elméleti fizikusok, matematikusok, egy-kettő, aki kikérte magát, és azokat Béria még tisztelni is kezdte, ezek úgy, mind az őrültek úgy dolgoztak, ezek azért keményebben dolgoztak, mint Los Alamosban az amerikai tím. Igaz, hogy nem csak dolgoztak, mint nagyon nagy tudósok, mert a szovjet hírszerzés mindent megkapott az amerikai atombombától, de akkor is nehéz volt ezt megcsinálni, és az első hidrogénbombát végül 1953-ban nem az amerikai, hanem a szovjetek robbantják ki. Szaharov akadémikus, egy fiatal ember, akit Béria nem nagyon fenyegetett, pont tisztelte, mert visszabeszélt, és mások, ezek nagyon nagy munkát végeztek. Most Szemi Császné azt mondta, hogy ha nekem ilyen lehetőségeim lettek volna, én is meg tudtam volna csinálni. Most kezdjük el azzal, hogy a dokumentumokkal, jó, és utána pedig egy, ki volt Béria, volt-e összeesküvés 53-ban, és milyen tervei voltak Bériának Magyarországgal, mik voltak azok a Rákosi, Molotov, Rákosi Gerő Nagy Imre és mások, Molotov, Béria, Hruscsov és mások tárgyalása. Kinek az ötlete volt Nagy Imre és Rákosi közötti Rosál, ez a csere, mikor volt ez az ötlet, ki kezdeményezte, és így tovább, és így tovább. Beleegyeznek, hogy így megyünk ebben a sorrendben? Na jó. Bárkinek eddig van kérdése, Erika kedves, bárkinek van kérdése, hát vagy menjen, vagy papír szerintem mindenkinek van, vagy kérjenek, tegyék fel ezt a kérdést nekem. Első dokumentum. 1953. július 1-én Bériát már letartóztatják június 26-án, és július 1-én Béria börtönben van. Elveszik a szemüvegét, ő alig lát, megalázó, ő nem börtönben van pontosabban, hanem a Moszkva környéki légelhárítási gyűrű, ahol még nem rakéták vannak, de nagyon modern légelhárítási ágyuk, de már próbálják ki légelhárítási rakétákat, annak a Moszkva környéki légelhárítási mondjuk fő bázisnak van egy katonai börtöne, ahova a lerészegedett tiszteket, kiskatonákat, mit tudom én, miket szokták bezárni. És Bériának ott berendezett egy szobát, és egyedül van ugyan, de 24 órán át két ilyen kis kémlelőn, két tiszt állandóan nézi, hogy nehogy elkövessen öngyilkosságot. Bériától elveszik az övet, megalázzák, lepofozzák oda a lépcsőn. Béria, aki az ország rettegett diktátora volt, tényleg száz és százezrek halála a nevéhez fűződik, aki személyesen verte a rabokat, akitől rettegtek tényleg, asszonyok elvetéltek sokszor, amikor csak hallották a nevét a gulágon, hogy netán Béria érkezik, sose ment ki személyesen a gulágra, de jöttek ilyen kübli hírek erről. Béria, aki tényleg, mint a középkorban egy ilyen jus primi noctis szituációt teremtett saját maga számára, vagy ő személyesen, vagy, és ezek nem legendák, vagy ő személy, ez a Béria per nagyon alapvető bűnjelek voltak ezzel kapcsolatban, meg szembesítések. Béria járta Moszkva belvárosát, főleg a színművészeti főiskola, az egyetem, a zeneművészeti iskola mellett szép fiatal lányok jöttek, de nem csak fiatalok, mondjuk nála 40 éves kor volt a cezura, és az ő adjutánsai, és valakit rámutatott, így rámutatott, az egy csinos nő, kiszállt az adjutáns, beszállt a másik kocsiba, utána ment,
egy ilyen környezettanulmányt készítettek a nőről, és Bélia egy olyan szituációt teremtett, egyébként az ország legszebb színésznőivel is, és nagyon komoly kormány, Grúziában például nagyon kormánytaguk lányaival is, feleségeivel is, hogy neki, ezeknek a nőknek vagy le kellett velük feküdni, vagy meg megnézhetik magukat. És ha netán gyereket szültek, akkor vagy a időben észrevették, hogy terhes, akkor elvetéltették, de hogyha szültek gyereket, akkor ezeket a gyerekeket úgy adták be az árvaházakba, vagy lelencházakba, hogy az illető mama nagyon sokszor nem is tudta, hogy hol van ez a gyerek. Egy szörnyeteg volt, még egyszer én már átértem lassan. Most egy ilyen embert tessék elképzelni, ott ül lent, kér papírt, és ír egy hatalmas levelet az párt hat vezetőjének, Molotovnak, Malenkovnak, Hruscsovnak, Mikojánnak, Vorosilovnak, bocsánat, a hetediknek, Kaganovicsnak. Leírja, hogy velük mikor találkozott és hogyan, ez a levél egy kulcsfontosságú. Leírja azt, hogy mennyire szereti és tiszteli. Leírja azt, hogy túlzás volt az ő urhatnám magatartás. És bűnbocsánatot kér, nehogy megöljetek, én még megjavulok egy pár év múlva, elvállalok bármilyen kisebb munkát, és így tovább. És Bélia felsorolja a saját úgymond bűneit és hibáit. És az egyik hiba magyar vonatkozású. Tehát Bélia még egyszer július 1-én, Lavrentyi Bélia hosszú levelet idegességében szavakat tévesztve, és hát nem volt szemüvege, hát ő helyes érni amúgy se tudott, hiába építészeti technikumot vagy főiskolát végzett valamikor 17-18-ban ott a Kaukázuson, de egy műveletlen primitív ember volt, sem oroszul, sem grúzul nem tudott szépen írni és beszélni. Most Bélia írt egy levelet régi bűntársainak, és ebben röviden magyarázkodni kezdett, hogy neki nem volt joga, amikor június 12-én, ez pedig július 1-én, tehát ez majdnem három hete, közel három héttel korábban durván beszélni Rákosi Mátyással, és beterjeszteni, hogy Nagy Imre lesz Magyarország miniszterelnöke. Bélia ezt leírja, ez egy nagyon fontos forrás számunkra, magyarok számára, mert ezekből a Bélia anyagokból nagyon sok minden kiderül, mert sem Rákosi, sem a Moszkvába ellátogató társai nem vezettek egy totális jegyzőkönyvet a szovjetekkel való tárgyaláson, amikor is Rákosit elmozdították. De nehogy azt gondolják, erre mindjárt még majd később kitérek, nehogy azt gondolják, hogy Bériának annyira a bögyükbe volt Rákosi Mátyás, meg a többi szovjet vezetőnek, hogy meg akartak tőle várni, és hát Nagy Imrét tenni a helyére. Bélia az összes szocialista ország vezetőit különböző sorrendbe behívatta Moszkvába, összesen csak kettőt akart leváltani, Walter Ulbrichtot, kelet-német vezetőt, és Rákosi Mátyást, és a többieket majd később. A szocialista tábor tényleg Sztálin halála után konvulziókon esett át, aki orvosi nyelvet ismeri, azt tudja mi az, hogy konvulzió, teljesen patthelyzet alakult ki, Kladnóban félig meddig felkelés, keveset tudnak erről, ez egy érdekes lenne, majd erről egyik következő előadáson sor lesz, Kladnóban, Csehországban, Csehszlovákiában felkelés, Bulgáriában, főleg törökök, de bulgárok lakta falvakban egy paraszt, hatalmas parasztlázadás, Lengyelországban hatalmas lengyel nemzeti alapon kezdődik morgolódás, nyomás, és az erdőkben a volt partizánok, akik visszaszivárogtak a városokba, kiássák már a fegyvert, de preventívos intézkedésekkel a szovjet és a lengyel hírszerzésnek, kémelhárításnak sikerült ez megakadályozni. Magyarországon nincsenek sztrájkok, de Magyarországon korábban 52-ben úgynevezett vadsztrájkok voltak, nagyon súlyosak. Magyarországon, és én nem azt mondom, hogy a bolond gazember Rákosi, a többiek is, nem voltak kevésbé gazemberek, és nem voltak kevésbé megijedve Moszkvában. Magyarországon egy olyan hatalmas hadsereget hozott létre a pártvezetés, hogy ez annyi pénzbe került, hogy Magyarország, amely 1948 végén, 49 elején gazdaságilag, és főleg a élelmiszer jelenlét, és főleg az árak szempontjából a legjobb helyzetet foglal el egész Kelet-Európát, jobb helyzetet, mint Csehszlovákia később. Magyarország, amely Ausztriából átszöktek ide az emberek bevásárolni, és nem fordítva.
Ez óriási dolog volt, Magyarország 20%-kal csökkent az életszínvonal, és Isten tudja, az emberek már rettegtek, a kulák lista miatt a falu szétrohadt, kitelepítések, hottobágy, annyi mindent lehetne itt mesélni, egy nagy zuhanás, és persze, hogy Moszkvában nagyon megijedtek ettől. Nem is beszélve, hogy mi történt Romániában, nem is beszélve, hogy Csehszlovákia és Romániában először Moszkva utasítására is, micsoda véres politikai perek mentek végbe, és Sztálin halála után Moszkva megpróbálta leállítani ezeket, de nem ment. Romániában 55 elején, Csehszlovákiában 54 tavaszán végezték ki az utolsó híres embert, és a börtönök tele voltak ember. Nálunk az, hogy a Nagy Imre Rákosi csere megtörtént, talán ezeket a pereket legalábbis a toppon megállította, de nézzük meg, hát senki nem jött ki a börtönből, és én nem csak a kommunista vagy a szociáldemokrata vezetőnek gondolok, hát a magyar börtönök tele voltak más emberekkel is, és hát hányan voltak kitelepítve, és hányan voltak ilyen belügyi ellenőrzés alatt. Most Béria akkor, mint a szovjet pártvezetés legravaszabb, legjobban tájékozott, és talán a legügyesebb embere azt mondta, hogy ezt az egész csürhét, Rákosit, Ulbrichtot, Dést, Bulgáriában, Válko Cservenkovot, stb. Ezeket el kell kergetni, vagy lejjebb vigyük őket, meg kell osztani a hatalmat, nálunk bezzeg Malenkov elvtárs és én, és Molotov elvtárs, mi megosztottuk a hatalmat egymás között, és hát rájuk kell pirítani. Ő nem gondolt arra, hogy a rendszeren változtatni kell, mert például Kelet-Németország volt az egyedüli dolog, ahol Béria fölvetette azt, hogy tegyünk a nyugatnak egy nagy engedményt, esetleg csinálunk egy egységes Németországot, vonjuk ki Németországból, Kelet-Németországba esetleg a hadsereget, mi az is felmerült a fejébe, és egy új Marshall tervér cserébe, amit a Szovjetunió is részesül, vagy általában, mert nem fogjuk bírni ezt anyagilag. Tehát Béria nem ilyen engedményeket akart tenni, mert jó volt hirtelen, hanem ő alá akarta duccolni a rendszert. Ő meg akarta menteni a rendszert, és mint egy ilyen sebzett állat, akit sokszor a vadász kergetés majdnem eléri, vagy mint egy patkány, akit olykor, én láttam ilyen jelenetet egyszer gyerekkoromban, egy koszlott lépcsőházban, egy patkányt egy öreg asszony egy seprővel oda kényszerítette a falhoz, agyon akarta szinte ütni, lehet, hogy ez nem is seprő volt, hanem egy járód, és a patkány neki ment. Tehát az ő patkányban felerősödött ez az élet és fajfenntartási érzés. És Béria az országban is óriási engedményeket akart tenni, ezek félresültek és félresikerültek, és végül is az ő letartóztatásához vezettek. Az első intézkedése vajon mi volt Bériának? Mi volt Bériának az első intézkedése? Úgy se találják ki. Az első intézkedése az volt, hogy semmisítsék meg a börtönökbe a kínzó eszközöket, távolítsák el, és hagyják abba a börtönökbe a fizikai kínzást. Ez egy humánus intézkedés szovjet korszakban, sztálini korszakban. Ezt az a Béria hozta ezt az intézkedést, és keresztül vitte a szovjet pártvezetésen, az a Béria, aki maga verte az elítélteket. Mert Molotov például egy véreskező ember volt. 48 ezer embert csak az ő külön utasítására végeztek ki ártatlan embert. És milliókat végeztek ki közvetve az ő részvételével. De Molotov furcsa módon vagy irtozott, vagy más jellegű volt, ő egy gyilkos volt, ő egy nemzetközi méretű gyilkos, Molotov, Sztálin, ezeket csak, mit tudom én, Göringhez, Hitlerhez, Mao Zedonghoz, csak ezekhez tudnám hasonlítani. De ő senkit nem ütött meg, feleségét sem ütötte meg, felesége vette őt. Na most szerelmes volt a feleségébe, és meg is, amikor feleségét letartóztatják, akkor meg kell szavazni ezt a politikai vezetésnek, és Molotov egyszer tartózkodott. Csak háromféle szavazás volt, kétszer megszavazta, egyszer nem, és utána neki egy levelet kellett írni, bocsánatot kérni Sztálintól. És Molotov teljesen ki volt borulva, hogy tudta, hogy a felesége letartóztatása, neki is a vége is. Sztálin még évekig szórakozott vele, 49 és 53 között, háttérbe tolta Molotovot. Amennyiben Sztálin nem hal meg, és úgy tűnik egy nagyon-nagyon mostre nagy per lesz, akkor Molotov egy antiszemita, mit tudom én, nyugatellenes,
koncepciós látványper, valószínűleg Molotov lett volna ennek a fő vádlottját, mert a feleségét már a számüzetés helyről, illetve egy kazaksztáni börtönből fölhozzák Moszkvába. Na most Béria határozatok sorozatát hozza. 1.200.000 fős amnestiát bevezett Béria. Érdekes, hogy megcseréltem, nem ilyen sorrendben akartam dokumentumokat, de így könnyebb lesz. Béria 1.200.000 ember kiszabadul nyáron a börtönből, körülbelül májustól, júniustól, ezek az emberek szivárognak ki. Kik ezek? Ezek nagyrészt köztörvényes bűnözők. Ezek nem a politikaiak, és nem az úgynevezett haláltáborok lakói. Mik azok a haláltáborok? Kb. 200.000 ember volt ilyen haláltáborokban, ezek náci mintára számokat viseltek. Szolzsenyicinnek van egy fotója, amik egy ilyen számmal szerepel. Ez sajnos Szolzsenyicin nagy ember volt, és kiváló író is, meg ember, de ezt utólag megcsinálta a számüzetésbe, megszerezte a számújait, még amikor a gulágról kiszabadult, nem adta le őket valahogy, nem kérték el, de föltette utólag egy ilyen pufajkára, és lefényképeztette magát, de akkor ő már 2 éve számüzett rab volt, és nem gulág lakó. Tehát voltak olyan, ahol rögtön lőttek, ahol számok voltak, akik olyan normarendszer volt, hogy elnézést, megdöglött az ember, direkt, ahogy mondta Béria, de dögöljenek ezek meg, stb. Most ezeket a Béria megszüntette, ezeket a táborokat, a gulág építkezések többségét átadta a civil szférának, és több mint 1 millió embert, ezek főleg köztörvényesek voltak, vagy nők, vagy fiatalkorúak, vagy 60 fölötti öregek, de 60 év fölötti öregek is politikaiak, azokat nem engedték ki. Én kisgyerekként emlékszem erre az amnestiára, ez egy szörnyű dolog volt. Ugyanis az 1.200.000 ember között volt legalább 100 vagy 200 vagy 300 olyan bűnöző, akik többször gyilkoltak. Akik az orosz, még a cári idők óta, de a szovjet bűnöző világ szörnyű keresztapái voltak, és a börtönben, a háború után a börtönökben és a gulágon egy idő után nem volt halálbüntetés. Egy gulág lakó megülhette a másik gulág lakót, vagy ötöt, és ugyanaz az életfogytiglani számított neki. Sőt, a Béria féle politikai rendőrség és a gulág vezetés a köztörvényes bűnözők egy része, úgynevezett szukák, szó szerinti fordítás, segítségével, akik lepaktáltak, az ő segítségével irányították a gulág belső életét. Mert annyi őr, annyi operatív tiszt a háború utáni férfi lakosság ínségbe nem is volt a gulágon. Meg kellett egyezni a bűnözők egy részével, és olyan verekedések történtek a gulágon, és nagyon sokszor politikaiakat is megöletik a lágerparancsnokok, az ilyen disznó, olyan torvajok, vagy bűnözők, vagy gyilkosok segítségével, akik lepaktálnak, és ezért bizonyos privilégiumokat kapnak. Például az, hogy ölhetnek. Például az, hogy van nekik vas alkatrészük, vagy mit tudom én, mi öntött vas darabok, stb. A bűnözők kétharmada, egyharmada volt ilyen szoka, a bűnözők kétharmada viszont úgynevezett keresztapák, tradicionális tanítását betartó emberek voltak, és ők pedig azt mondták, hogy a legnagyobb bűn lepaktálni a hatóságokkal, és ott szabályos csaták voltak egy-egy gulágon belül, és ezek az úgynevezett más, a többség rabok, más tolvajok és bűnözők sokszor szövetkeztek volt szovjet hadifoglyokkal, második világháborús katonákkal, ukrán partizánokkal, és Sztálin életének utolsó 2-1/2 évében már felkelések voltak. Az egyik az 52-es felkelés alatt ott éjszakon, az egyik felkelés során Sztálinék utasítására mustárgázt vetettek be a felkelők ellen, volt, hogy tankokat vetettek be, volt, hogy ezek a felkelők járási székeit is elfoglaltak. Ez egy nagyon külön történet. Na most ezek egy része, a gyilkosok, a stb. Kik, kikerültek, tegyük fel 1.200.000, hát nem mind állapotos nő, nem mind kisgyerek volt, akik kiskorúak, nem mind öreg ember volt, és nem mind tolvaj volt, úgy sikkasztó, és nem mind olyan tolvaj, aki, hát úgy, mint nálunk olykor veszélyes volt, én még emlékszem, annak idején a 2-es, 4-es, 6-os villamosok, voltak ilyen külön zsebtolvajok, amik egy
budapesti rendőrkapitányi brigád nem kapcsolta őket le. Hát nem ezek voltak a veszélyesek. Mi egy kis elnézést mondhatok személyes élményt. Mi egy kis vidéki városban laktunk, és édesanyám körzeti orvos volt, fiatal nő akkor még, és édesanyám egyben gyerekorvos volt. És anyám csak úgy vállalt, hogy a körzetén belül kimenjen egy beteghez, megkérdezte telefonon, vagy üzentek, van-e férfi családtag egy vagy kettő. Az egyik helyről a másikra csak úgy vállalt az amnesztia után pár hónapig, hogy kísérték őt. És vettek egy öntött kalapácsot, vagy baltát, és így kísérték, vagy kutyával. Elképesztő mi volt ebben a városban. 6-7 óra, mert Oroszország északon nagyon hát korán jön a rossz idő, és 6-7 óra után már nem mentek ki az emberek az utcára. A városban nem volt börtönkórház, és abban a kórházban, ahol édesapám sebész volt, és édesanyám gyerekgyógyász, ott általában az ilyen tolvajokat, lebukott tolvajokat, hát tárolták idézőjelben. Hát ezek olyan elvetemült bűnözők voltak, hogy egy vakbél műtét után másnap már kimásztak, és lementek, és gyilkoltak, és raboltak. És tisztában voltak a hülyék azzal, csak ráfáztak arra, hogy nem kapnak halálbüntetést, hogy bármit csinálhatnak, legfeljebb visszamennek a gulágra. Csak hogy miután Bériát letartóztatják, hoztak egy ilyen érdekes intézkedést, hogy ne a gulágra vigyék össze őket, hanem szigorított börtönbe, és ott egymást beteszik ilyen cellákba, és mind a skor nem kapnak enni, és mint skorpiók egy befőttes üvegbe elkezdik marni egymást, és hát a végén, vagy kitelepít őket az északi Jeges-tenger szigetére. És Bériának rengeteg ilyen intézkedés volt, és nagyon sok intézkedés volt Bériának a Szovjetunió nemzetiségi államaival kapcsolatban. Neki az volt a véleménye, engedményeket akart tenni, nem azért, mert jó volt, vagy ügyes politikus volt, alá akarta dúcolni az országot. Ukrajna élén ukránok legyenek, észtek élén észtek, de nem szabad választás útján ezek kommunisták legyenek, KGB-sek vagy NKVD-sek, akkor még belügyesek, csak észtek főleg, és így tovább. Ez is nagy felháborodást váltott ki Moszkvába, de senki nem mert ellenkezni. És akkor 1953. májusában Rákosit kihívja Béria Moszkvába, előtte fenyegetőzik, mert rászól a Rákosira, hogy váltsa le, bocsánat, hogy váltsa le Piros László belügyminisztert, és tegye meg Gerő Ernőt belügyminiszterré. Ezt mondta telefonon a rossz grúz akcentusával Bériával. Rákosi sokkal jobban egyébként beszélt grúzon, mint Béria, csak hát ő is meg magyar akcentussal beszélt. Ezek úgy oroszul elbeszélgetek, Rákosi próbálta ellenezni, félt attól, hogy Gerő lesz a belügyminiszter, hát ha inkább fog törni a hatalmára, Piros László az pedig bábfigurája volt Rákosinak sokban, teljesítette meg annyi akaratát. Bírja, igen, jó, kinevezik Gerőt, és Moszkvába rendelik akkor a magyar pártvezetést, Nagy Imrét, Rákosit, megjelöljük Moszkvába, hogy kik jöjjenek. Gerőt, Földvári Rudolfot, fiatal pártmunkás, Szalai Bélát, fiatal pártmunkás, és a párton kövéri Dobi Istvánt. Ki emlékszik Dobi Istvánra? Volt egy érdekes anekdóta vele kapcsolatban, hogy miből él Kennedy felesége, Jacqueline, férje halála után? Bankbetétből. És miből él Dobi István felesége? Üvegbetétből. Látják, mindent meg kell magyarázni, fiatalabb barátaim. Mi az, hogy... Persze, részeges volt. De mi az, hogy üvegbetét? Ki tudja? Na, tessék megmondani akkor. Mi az, hogy üvegbetét? De mi az, hogy üvegbetét? Van egy ilyen két világháború közötti sláger, a bankban nincsen betétem. De hogy lehet egy üvegnek betétje? Mit jelent az? Ki magyarázza itt meg a fiatalon? Hát üvegbetét, valaki két szatyorba elvitte, még én is emlékszem, mert az üvegeket. A boltokba hátul be lehetett ezeket adni. Filléreket ezért lehetett keresni. De ő kapott a végén egy ilyen kis könyvet, abba beírt, hogy ennyit beadtam, és ha másodszor jött, akkor már drágában adta be. Így próbálták a
boltvezetők kicsalni a lakosságból, mert tényleg az üveg kevés volt, és hát megérte, pláne hogyha ezek az üvegek megcsinálták azt az aljasságot, hogy kimosták az üveget, és újra föltöltötték. Nem is feltétlenül. Mindegy. Na most Rákosi akkor tárgyalt Bériával, Hruscsovval, Malenkovval, Molotovval, és Vorosilovot, a magyarországi szakértőt nem hívják ezekre a tárgyalásokra. Mindenki durván beszél Rákosival és a magyar küldöttséggel, kivéve Nagy Imrével. Úgy tűnik, hogy Nagy Imré, senki nem tudott arról, hogy Rákosi leváltására kerül sor. Rákosi egyébként a legjobban nem a Nagy Imre ellen, akit utána tiltakozott. Neki már felajánlották májusban, hogy Nagy Imre legyen a kormányfő, akkor azt mondta Rákosi, inkább egy kulturális miniszter lesz, ő nem alkalmas, stb. És amikor Moszkvában megmondták, de akkor Rákosi elvtárs maradna a párt élén, akkor ki lenne a miniszterelnök? Hát ő nem tudja gondolkodni. Ekkor már Bündiből, plusz nem akarta, hogy Gerő legyen a belügyminiszter, egyébként az ország egyik legvéresebb embere, és nekem nagyon gyanús, hogy ő nagyon közel lehetett Bériához titokban, mert miért annyira Gerőt javasolta Béria belügyminiszternek? Mindegy. És akkor Rákosival a legdurvábbat beszélnek. Olyan durván beszélnek, hogy Rákosi majdnem sírva fakad. Nekem fölvettem Moszkvába azt az embert, Bajkovot, aki tolmács volt. És azt mondta, hogy szörnyű volt, így naturalisztikusan elmondta, hogy Béria minden második szó után vagy bronhisztisze volt, vagy egyszerűen egy primitív bugris volt, köpött egy nagyot. És a végén már azt gondolta, hogy egy egész tócsa volt ott, a Béria állandóan köpött, és azt mondta Rákosi, azt mondja Béria, maguk kivégezték, arra, mit tudom, a Rajk nevét nem mondta, kivégeztek ennyi embert, maguknál több katonatisztet végeznek ki, mint a tábornokot, mint nálunk a Szovjetunióban annak. Mi történik maguk? Azt mondja Rákosi, de hát maguk akarták, hát maguk adták a parancsot, hát mi csak engedelmeskedtük, vagy maguk nem állítottak le. Hol a papír, Rákosi? Maga egy provokátor. Na, mindjárt elővesszük magát. Ide figyelj, Rákosi, maga egy mocsok. Hallom, hogy Eisenhower ember, Eisenhower elnök akar magával találkozni. És akkor megnyitják megint a konzulátusokat. Azt mondja, Rákosi, de hát én elmondtam a szovjet nagykövetnek. De hát én mindent jelentettem. De milyen alapon az amerikai nagykövet tárgyalt a magyar külügyel, hogy esetleg valahol Eisenhower és maga Rákosi miniszterelnökként találkoznak. Ilyeneket mondott neki, üvöltözött vele. Rákosi teljesen meg volt semmisülve, Nagy Imre pedig egy ilyen füzetből olvasta Rákosi bírálatát, feltehetően Nagy Imrével tárgyaltak már korábban. Nem az a lényeg, és most már rátérek a dokumentumokra, nem ez a lényeg. Az a lényeg az egészben, hogy Hruscsov azt írja a memoáriában, hogy Rákosit már Sztálin le akarta váltani élete legvégén, és Nagy Imréket már akkor akarták. Beszéltem Molotov titkárával, ő azt mondta, hogy Nagy Imre kétszer nyaladt 50-ben és 51-ben Moszkvába, még Sztálin életében, és Malenkov mindkétszer találkozott vele. Ez is egy érdekes dolog, ők ismerték egymást még a háború előttről. Ez is egy érdekes dolog, miért találkozott volna egy magyar pártvezetővel, nem is az első vonalból, Malenkov. Meg voltak ezek a régi kapcsolatok. Hiába nem jártak Magyarországra a szovjet pártvezetők, rengeteg magyar pártvezető járt ki gyógykezelés címmel, ki pihenni, ki különböző rendezvényekre, fejtágítókra, és hát ilyenkor próbáltak bejutni. Sztálinhoz, Rákosin kívül senki nem jutott be, gyakorlatilag, egyedül pláne, Sztálin, lehet csoportban volt kétszer, Sztálin általában monopolizálta a magyar kapcsolatokat, de ezt a kapcsolatokat Rákosira osztotta ki, Rákosi monopolizálta Sztálinnal való kapcsolatot, és ki volt az a magyar pártvezető, sem Rajk, sem Kádár, sem Nagy Imre, sem Gerő, sem Révai, ki volt, aki megmerte volna kérdezni, ide figyelj, Rákosi elvtárs, te lódít, a Sztálin nem is mondott neked ilyen. Hát senki nem merte volna megkérdezni, nem is tudta volna bebizonyítani. Rákosi néha a PB üléseket azt mondta, hogy most beszéltem az öreggel. Az öregnek az a véleménye, hogy a TSZ-ek megalakulásakor még nem kell az összes gépet elvenni a parasztoktól, a kulákoktól, a gazdag parasztoktól, hanem csak a nagyobb traktorokat. Magyar volt sok traktor a gazdag parasztoknál, nem olyan nagyok, de voltak kombajnok, stb. Kisgépek voltak, és például én megtaláltam nemrég, és most akarom publikálni, Rákosi és Sztálin között egy nagyon részletes levelezést, hogy hogy kell, milyen ütemben, és kell-e elkobozni ezeket a gépeket a TSZ-ek megalakulásával párhuzamosan. A legrészletesebb kérdéseket Rákosi és Sztálin levelezésben megvitattak, persze ez egy ilyen atya levelezése volt a fiával, de egy elég renitens fiúval, aki olykor nagyon ügyesen
próbálta Sztálint arra kényszeríteni, hogy magyar barát úgynevezett intézkedéseket hozzon. Hát nem hozott Sztálin a leglényegesebb dologba, mert azt mondta, hogy Magyarországon egy olyan hadsereget kell létesíteni, és olyan hadipart, és ezért készült többek közt a Sztálinváros, a Dunai város, ez katonai célokba készült. Ezért készült a budapesti metró már 51-től, nehogy azt gondolják, hogy a budapesti metró azért készült, mert Rákosi elvtársnak meg másoknak az volt a szívük bánata, hogy a magyar lakosság nem közlekedik felszínen olyan kényelmesen, milyen gyorsabb a metró. Ezt a metrót abszolút katonai célokra elkezdték készíteni, megint csak egy külön bizottság Molotov elnökletével Moszkvában, egyik tagjuk sem szállt ki Budapestre, de Moszkvában volt a bizottság, amely intézte a magyar metró dolgait. Ez megdöbbentő, de így volt. És úgy volt az eredetileg az építési terv, ez részben megvalósult, hogy ez a metró olyan katonai bunkerrendszer lesz, a esetleges bombázások ellen, mint amilyen a londoni metró volt, tudják, a II. Világháború alatt, vagy amilyen a moszkvai metró volt az II. Világháború alatt, mert Sztálinnak például a főhadiszállása nem a Kremlbe, nem a nyaralóba, és nem egy másút volt, mondjuk a honvédelmi hadügyi vörös hadsereg vezetésének épületében, hanem a moszkvai metróban neki felállítottak pont olyan szobát, pont olyan szobaberendezést, pont olyan bútort vittek, hogy emlékeztesse a kremlbeli szobát, és nagyon sokáig Sztálin ott dolgozott, 43-ig. Egyébként Moszkvát egyszer 44-ben is megbombázták, de általában 42 után, 42 nyara után Moszkvában nem bombázták, Moszkvát nagyon különösen, de nagyon bombázták. Most egy ilyen metrót akartak, és tessék elképzelni, ahol most a Batthyány téri állomás és a Kossuth téri állomás között van a átjáró, a Duna alatt, eredetileg, és majdnem sikerült, ez egy hatalmas pénz lett volna, szerintem a fél magyar népgazdaság ráment volna erre, egy olyan alagút rendszer futtak volna, elnézést, hogy nem szakszavat használtak, hogy nem csak metró szerelvények, de vasúti szerelvények átmehettek volna. Magyarán a Dunántúl és az Alföld között itt a hídak alatt akármilyen bombázás van, bármit lehetne szállítani a föld alatt. És ez a metró elment volna a mostani, akkor Vorosilov útnak hívták, de a mostani Népstadion út végéig, és még lett volna egy Sztálin tér nevű állomás, ahol lett volna egy ilyen tartalék vezérkar számára és Rákosiék számára egy ilyen bunkerrendszer, és kifogásolták a molotovék, megkapták a metrótervet, kiszálltak szovjet mérnökök, ők nem mentek el, de ők leveleztek Rákosival is föl, és rendelték egyszer Rákosit, milyen legyen a budapesti metró, ez tök katonai kérdés volt, és tessék elképzelni, egy kifogás volt, hogy az Akadémia utcai, akkor még ott volt a pártközpont, meg a parlament nincs összekötve olyan alagútrendszerrel, ahonnan metrón keresztül a vezetés el tudott volna menekülni. Hát még egyszer azt mondom, hogy nagyon aprólékosan nézték az egészet Magyarországon. Csak Rákosi volt bekötve Sztálinnal, és a szovjet vezetés, beleértve Bírját, nagyon nehezteléssel nézte ezt. A magyar vezetés is nehezteléssel nézte, de hát nekik Kus volt a nevük. De mondjuk Sztálin halála után már elkezdték Rákosit piszkálni. Már májusban, már leültek vele Sztálin temetése alatt is, hogy no, Rákosi, hát te azért nézd meg magad, de még nem bántották. Májusban már nagyon szorult körülte húrok, ő túl nagy képű volt, ő nem tudta elképzelni. Ennyi politikai per után. Ő a kelet-európai, mit tudom én, vezetők között szinte Sztálin kedvence volt. Annyi gyilkosságban, az ő följelentései nyomán annyi gyilkosság született Csehszlovákiában, Bulgáriában, más országban, hogy ő kiszolgálta a szovjet belügyet. Vorosilov nagyon kedvelte őt. Nem hitt ezt a Rákosiba, és baj lett, mert úgy beszéltek vele, mint a csicskával. Na most is Béria, amikor a magyar küldöttség már teljesen össze volt omolva, Moszkvában kidolgozták már számukra a szovjetek, de ők maguk is az összes dokumentumot, bűnbánat, majd Magyarországon összehívjuk a pártvezetést, a parlamentbe, új program, Nagy Imre miniszterelnök, stb. Farkas Mihályt is eltávolítják a vezetésből, azt mondja Hruscsov, hogy ki az a Farkas Mihály, századot sem tudna elvezetni. Nem Bulgárin szovjet hadügyér, nem, Farkas Mihály nagyon rendes ember, de azért ki kell hívni Moszkvába, menjen katonai akadémiára.
De például ő Bulgányin kedvence volt, és pár hónap múlva Farkas Mihályt visszaviszik a politikai bizottságba, és ugyan nem lesz újra hadügyminiszter, de a tudományért és a kultúráért és az ideológiáért lesz felelős, és Nagy Imrének szövetségese lesz a Rákosi küzdelemben. Meg is járja, mert amikor Nagy Imre bukott, korábban már ő is bukott, és Rákosi bűnbakként őt teszi később meg. Na most az az igazság, hogy összeül az utolsó ülésen a szovjet pártvezetés, itt Rákosi és a többiek, itt a szovjetek, és feláll Béria is azt mondta, hogy így meg úgy mindennek elmondja megint őket, és azt mondta, hogy javaslom, hogy A, B, C, D, ezt kell csinálni Magyarországon. Ha börtönbe kerül Béria, akkor az alábbiakat, 20 perc még, úgyhogy kibírják, börtönbe kerül Béria, és bocsánatot kér ezért a szovjet vezetéstől, nem Rákositól, nem a magyar vezetéstől, azt írja. A magyar elvtársak fogadása során semmivel sem igazolható a viselkedésem. Kedves Malenkov elvtárs, a Nagy Imrével kapcsolatos bejelentés nem nekem vagy valaki másnak, hanem neked kellett volna megtenni. Jó magam pedig idióta módon előre futottam, bejelentve Nagy Imre kinevezését, jogos megjegyzéseim mellett túlzottan szabadosan viselkedtem, hát elnézést a csúnya kifejezés, hogy nők vannak, stb., de többször azt mondta, hogy menjetek a kurva anyátokba, meg így beszélt velük körbe. Magyar párt vezetéssel, az ő kedvenceivel, az ő gyermekeivel, így beszélt velük, és azt mondja, túlzottan szabadosan viselkedtem, hát így is lehet mondani, kellemetlenkedtem, amilyen természetesen jól lehetne engem ledorongolni. Ez volt a levél a börtön. Egyébként Béria letartóztatása után, mindjárt erről is még azért belefér, Béria letartóztatása után Molotov azonnal felhívta Budapesten, ahol éppen folyt a tanácskozás, bűnbánat, hibák felsorolása, Nagy Imre bemutatása, Rákosi vezeklése, Farkas Mihály és Révai József eltávolítása a vezetésből. És a Rákosit hívta a telefonhoz Molotov és Nagy Imrét. És ez már jelzésértékű volt, hogy no-no, eddig is ne tovább. És Rákosi teljesen megváltozott. Ő már nem cserélte ki, azért annyira nem volt ő okos ember, hogy hirtelen ő akkor mindent megtehetett volna, újra csinál, Nagy Imrét mondjuk nem tudta volna a hatalomból kipendelíteni, nagyon megerősödött volna. Ő akkor annyira a moszkvai tárgyalások sok hatása alatt volt, nem csak Béria, de Molotov, ő mondjuk nem üvöltözött, dadogott, amikor ideges volt, de Hruscsov is üvöltözött. Mások is üvöltöztek vele, Kaganovics is üvöltözött, és akkor Rákosi persze megerősödött. És utána pedig Moszkvába kihívják, még két-három nap múlva Rákosit, Gerőt és Nagy Imrét. És én csináltam egy interjút a szovjet követség kulcsemberével, aki Nagy Imre híve, hát híve idézőbb, segítette Nagy Imre sokban a hatalomról, jó írásokat küldött róla Moszkvába, és azt mondja, ahogy ezek leszálltak a gépről, hát Rákosi ragyogott. Bejelentették neki, hogy most Bériára lehet kenni mindent, a bírálatok többség. Gerő, aki egy mocos, mogorva, ilyen, mit tudom, milyen ember volt, az is ragyogott Nagy Imre, pedig válságban volt teljesen. Őt ugyan Malenkov támogatta a miniszterelnök, de az már kevés volt. Tulajdonképpen ő már nem kapott szabad kezet, és meggyőződhetett, hogy a szovjetek közepeznek. Legyen Nagy Imre is, de legyen Rákosi is. Na most Rákosi, amikor volt ez a bizonyos leváltásdi Moszkvában, mert Moszkvában váltották le, Moszkvában nevezik ki Nagy Imrét gyakorlatilag, akkor Lázár Kaganovics, Sztálin sok éves munkatársának felszállása során, ez már Béria ellen összehívták a pártvezetést, Lázár Kaganovics, Sztálin sok éves munkatársa azzal vádolta meg Bériát, hogy kétségtelenül kapcsolatban áll Béria a nemzetközi hírszerzéssel. Ez egy hatalmas vád. Angol hírszerzéssel, nemzetközi, amerikai hírszerzéssel is. Kaganovics szerint ez bizonyítja az ukrajnai belügyminiszter Mészség kijelentése, és az a Mészség ukrán belügyminiszter volt Béria jobb keze, és azt mondta, hogy lekezelően nyilatkozott népi demokratikus országokról, Béria azért nyomta le Rákosit, mondja Kaganovics, és látjuk, hogy azt mondja, Béria már úgy beszél a népi demokratikus országról, mintha ez az ő birtokai. Ő már elkezdi ezeket leváltani, rendet csinálni, és azt mondja Kaganovics, és ez nagyon érdekes forrás. Béria nem akart teljesen megszabadulni Rákosítól, következik ebből.
Szóval Béria azért nyomta le Rákosit, hogy kézbe vegye, és olyan embert faragjon belőle, aki neki engedelmeskedik a jövőben. Tehát Béria már Sztálin szerepére tört szinte, hogy a szatellit államok első embereit hát maga alá gyűrje. Még nem tudjuk pontosan, mondja Kaganovics, milyen szerepet játszott Béria a többi népi demokratikus országban. Végül harmadik forrás. Nikita Hruscsov a Szovjet Párt Központi Bizottságának plénumán 53. július 5-én ugyancsak érintette Béria szerepét a magyar delegációból való tárgyalásai során. Elvtársak, jó néhány alkalommal hallottam Béria eszmefuttatásait a párt szerepéről a szocializmus építésében. Legutóbb így nyilatkozott, amikor összejöttünk elvtársak, hogy megtárgyaljuk a Német Demokratikus Köztársaságban és a Magyar Népköztársaságban kialakult siralmos helyzetet. Felvetődött a kérdés, hogy a központi bizottság és a minisztertanács élén ne ugyanaz a személy álljon. Ezen a megbeszélés során Rákosi elvtárs megkérdezte, szeretném, hogy adjanak nekünk önök tanácsok. Mik azok a kérdések, amelyeket a minisztertanácsba kell megtárgyalni, és melyeket a központi bizottságban? Hol kell meghúzni a vonalat? Hiszen amennyiben a központi bizottság vezetése és a minisztertanács irányítása nem ugyanannak a személynek a kezében lesz, akkor jóval határozottabban szét kell választani a megvitatandó kérdéseket. Erre Béria, folytatódik a dokumentum, lekezelően odaszólta. Mi az, Rákosi, hogy központi bizottság? Döntsön csak a minisztertanács, az a centrum. A központi bizottság pedig elégedjen meg azzal, hogy káderkérdésekkel és propagandával foglalkozzon. Hát, ezek szerint Béria, mondja Hruscsov, kizárja a párt vezető erejét. Megelégszik azzal, hogy a párt munkája leszűkül a káderkérdéssel való foglalkozásra. Még ez is talán az elején lesz a reszortja, aztán meg is szünteti a párt vezető szerepét. És a propagandával. Vajon ez a párt szerepével kapcsolatban marxista-leninista nézettel azonos? Vajon így tanított minket Lenin és Sztálin, hogyan viszonyunk a párthoz? Béria nézetei a párt szerepével összefüggően semmivel sem különböznek Hitler nézeteitől, mondja Hruscsov. Miért beszélt is így Béria? Mindez a világ felfogásából következett. Úgy gondolta, hogy a párt szerepe hátrébb kell szoruljon. Béria azt hitte, hogy meg fog erősödni, és akkor teljesen tönkre teszi a pártot. Természetesen nem fizikailag eliminálja, ám képes lett volna olyan nagy bajokat okozni, és ebben elvtársak nagy veszély rejtett a párt számára. Béria nem volt párttag igazából, hanem karrierista, lehet, hogy kém volt, amit fel kell göngyölíteni. Miért kerül sor Béria letartóztatásra, és hogyan egy ember, aki egyszerre tagja a pártvezetésnek, a párt de facto politikai bizottságnak, de facto a párt legerősebb embere. Ő a államvédelmet és a belügyet egy kézben tartja. Ő emellett a Malenkov miniszterelnök első helyettese, és minden fontos információ és minden döntés tőle függ. Akik nem értenek egyet vele, mondjuk Hruscsov, vagy Molotov, vagy tehát Malenkov is, de olyan, mint az árnya, ők is mindent aláírnak az elején, amit Béria mond, és sorra köpnek egyet ők is, Béria köpött sokszor, köpnek egyet, ez egy ilyen hülye orosz 19. századi szokás, hogy látszik, de nagyon sokszor, ahogy a hármas csók, ezeket már a cári időszakból átveszik a szovjet vezetők, de érdekes ugyanakkor, hogy Béria őket is uralja. És Malenkov a kulcsember, ő a miniszterelnök, de fakt Hruscsov mind nem a párt első titkára, Hruscsov csak a párt egyik titkára, szeptemberben Béria letartóztatás után veszik el párt vezetését. Bériának nem lehetett volna legálisan elmozdulni. Moszkvában az ő kezében van a hadsereg. A moszkvai katonai körzet parancsnoka, Artyemjev tábornok, régi belügyes, Béria kedvence. A Kreml őrsége az ő kezében van. A pártközpont őrsége az ő kezében van. Molotov, Malenkov, Hruscsov testőrei mind a neki engedelmeskednek közvetve. Nem ő osztja be őket. Mindenkit lehallgat, az összes pártvezetőt, de Zsukov marsat, Konyev marsat, Vacilevszki marsat, Csülkov marsat, mindenkit lehallgat. Moszkva mellett két hatalmas hadosztály tartózkodik. Ezek a hadosztályok a belügynek vannak alárendelve, ezek egyik hadosztályok. És akkor
jegyezzük meg, nem Malenkov, de nem Molotov, aki gyűlöli Bériát, hanem Hruscsov kitalálja. Ezt az embert el kell mozdítani, mert ha mi nem így nyírjuk őt ki, ő kinyír minket. Én azt hiszem, hogy Béria nem nevezte volna ki magát az első párt első emberének. Ő tisztában volt, hogy oroszul, rosszul beszélő grúz nem tette volna ezt meg. Én azt hiszem, hogy Bériának az volt a terve, mert nagyon keveset tudunk a Béria féle összeesküvésről, hogy lecserélni sorra az embereket, leszalámizni, ahogy Magyarország, ahogy Molotov találta ki ezt a kifejezést, nem Rákosi találta, hogy szalámi taktika, hanem szerintem a moszkvai magyar követségen volt egy fogadás, és a Molotov vágta a szalámit, és mondta Rákosinak, hogy le kell szalámizni, le kell lenni. Ezt megjegyezte Rákosi, ez egy kifejezés, szalámi taktika. Bériának ez volt a terve. Leült, de Béria elkövetett egy hibát, kikezdte Malenkovot. Elkezdte felgöngyölíteni, hogy az 52-es, 51-es, 52-es pereket és a készülő nagy koncepciós pert azért sokban Sztálin mellett Malenkov készítette elő. És Malenkov akkor megijedt. Malenkov írt egy beszédet Béria letartóztatásával kapcsolatban, írt egy beszédet, ennek az volt írva, hogy ő nem akarta Bériát kinyírni katonailag sem, fizikailag sem, ő Bériát el akarta mozdítani, a Bériát pártbíróság elé állítani, és esetleg megtenni olajipari miniszternek, meghagyni pártagnak. De leült Hruscsov és Malenkov Molotovval, és Molotov azt mondta, hogy ez nem lesz jó. Őt fizikailag, nem is mondta, őt izolálni kell teljesen, ez egy eufemizmus, az azt jelenti, hogy bebörtönözni, és őt azért el kell totálisan mozdítani. Na most hát totálisan elmozdítani, ennek a bűnbandának a szóhasználatában az azt, hogy ki kell nyírni. Röviden Hruscsov, Molotov, Malenkov az utolsó pillanatban beleegyezett, csak Vorosilov nem mert csatlakozni hozzájuk. Kaganovics megjön az Urálvidékről, őt is ráveszik, elkezdenek összeesküdni, utcán beszélgetnek csak, tisztában vannak, hogy lehallgatják őket, de Hruscsov rájön arra, hogy semmire sem mennek a katonák nélkül. És mivel ennek az összeesküvésnek Bulgányin hadügyér a kulcsembere, akkor bizony ennek az összeesküvésnek akkor Zsukovval és másokkal közlik egy pár marsallalos tábornokkal. A Moszkva felé megindulnak a csapatok, sőt bevannak, utolsó pillanatban bemennek Moszkva utcáira a csapatok, és Bériát szabályosan becsalják a Kremlbe, és egy pár délceg ezredest és katonát bevisznek oda, és ezek lerohanják a Béria féle testőrséget, és csak zárójelben az egyik délceg tábornokot, aki nagyon lefelé került, a Moldáv pártszervezet első titkára volt, aztán a Szovjet Központi Bizottság titkára, és a végén pedig, hát lefokozták őt, de politikai tisztlet, úgy hívták, hogy Leonid Iljics Brezsnyev. Az összes többi tábornok, akik kinyírták a Bériát, vagyis letartóztatják, dicsekedett, élete végéig kitüntetést kértek, verték a mellőket, Brezsnyev úgy titkolta ezt, ezt nem volt szabad senkinek mondani. Brezsnyev számára szégyen volt, hogy ebben a nagy összeesküvésben egy csicska szerepét játszotta csak. Lezárom ezzel akkor a mai, tehát Bériát június 26-án letartóztatják. Magyarországon megy a Rákosi Nagy Imre pártharcnak az első fordulója, és Magyarországon Rákosi nagyon súlyos helyzetbe kerül. Ha Bériát akkor nem tartóztatják le, nem zárom ki, hogy Nagy Imrének sok minden más sikerülne tovább végighez, minél rögtön, ami persze nem a magyar nép jólétére gondolok itt elsősorban, de egy bizonyos fokig egy ilyen lájtosabb dolgok került volna sor, következő órán erről, ma egyik órán erről szó lesz, és hát a káder kérdésekben is. Tehát érdekes módon, hogy így jött össze a sors, Béria elkergeti Rákosit, és Béria elmozdítására nagy segítség Rákosi számára. Hogy mi történt Magyarországon később? Hogy mi történt a Szovjetunió később? Elnézést, de én még, hogy mondjam maguknak, ugye eljönnek még. Én még évvégéig tanítok itt a Szabad Egyetemen. Én nagyon szívesen elmondom ezt. Köszönöm szépen!